Köszöntöm nézőinket, önök a Telenor magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a Tolnai Balogh Dániel. Közvilágítás, korszerűsítés, kátyúzás, fejlesztések és határozott fellépés az illegális hulladékot lerakókkal szemben. Sikeres évet zártak a gimisek Tolnán. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a Tolnai Balogh Dániel. A fiatal férfi él-hal a múlt század első feléből származó járművekért és motorokért, annyira, hogy mostanra komoly gyűjteményt tudhat magáénak, amit nekünk is megmutatott. Ennek megvan az összes papírja, a német eredeti forgalmia megvan, utána a német veterán forgalmia, mert ez 70-ben már ott veteránnak vették, ott nem kellett utána rá műszaki, meg ilyesmi. Akkor meg van egy könyv, amit írt az öreg, akié volt, mindenfélét leírt az autóról, és ez úgy került Magyarországra, hogy ez fönn van amúgy a YouTube-on, amikor megtalálják, ilyen fiatal srácok, és akkor egy ilyen öregektől húzzák ki egy fészerből, de ők ilyen kereskedők, és akkor volt egy árverés, ott vette barátom, akkor a motorja széllyel volt szedve, vagy ők szedték szét, ezt nem tudom, és akkor ő filmeztette ezt egy pár évig, és volt egy ilyen csereüzletünk valami, és akkor került ide ez az autó, akkor én megcsináltam a motorját, összeraktam, meg ilyesmi, ami széllyel volt, teljes üzemképes, ezzel most pénteken is fogunk menni ide az önkormányzathoz kiállítani. Egy 1935-ben már a nácikori Németországban gyártott Adler-típusú automatuzsálem az egyik büszkesége Balogh Dániel gépparkjának. A fiatal tolnai gyűjtő ezt a kocsit eredeti papírokkal szerezte be, miután az első tulaja több mint 50 évig birtokolta. Lábbal kell indítani, ez lábpedállal indul. Ki persze, csak ez mindig becsukódik. Igen, ez lábpedállal indul, kormányváltós, ez érdekes módon négysebességes, mert ebből az időből majdnem minden három sebességes volt. A kisfiam szokott játszani benne. És ez mikor? Ez 35-ös. És ez a sportverzió, az még nagyon ritka, hogy egész más a hátulja. Lóerőben amúgy ugyanaz, csak más a fülkének a hátulja. Ez egy Ambiboot karosszéria, mert az Adlerhoz három helyen gyártotta a karosszériát, ezt az Ambiboot cég csinálta. Dani minden gyűjt, amit motorhajt, legyen az négy vagy kétkerekű. A gyakran roncsként papírvékonyságúra rohadt kasznikat maga újítja fel, de ugyanígy tesz a teljes futóművel, váltóval és motorral is. Ezt leginkább versenyzésre használták, mert nagyon megelőzte a korát. Némára egybe van a motor, meg a váltó nem külön van. 400 köbcentis és 16 lóerő körül van, ez kegyetlenül megy ez a motor, és négy ütemű. Ez a luxus kivitel amúgy, vászszám alapján, meg kintről lekértük az adatokat. Ebből elvileg a 400-ból 800 darab készült, és abból most 3 vagy 400 volt a luxus, és ez azok közül az egyik. Ez nagyon komoly. Ez egy ilyen kikönyörgött motor, nem akarok nevet mondani, de az országban egyik barátomnak van a legnagyobb motorkerékpár gyűjteménye, és ő neki ez már nem volt izgalmas, és nagyon régóta szerettem volna négy ütemű motort, csak a pénz úgy nem nagyon jött össze, és egyszer nem voltunk nála más ügyből, és azt mondja, Danika, vidd el a zsilettet, és akkor mondott rá egy olyan árat, hogy az nekem jó legyen, úgyhogy igazából félig ajándék volt. És akkor ez meg lett csinálva, mert ez nagyon gatya volt, meg össze is volt törve az eleje. De jó lett a motor, ez 8 éve volt, vagy 9 éve szoktunk vele motorozni. Itt van a Triumph, ez a, hát úgy a kedvencünk, hogy barátnémet tudom vinni vele, úgyhogy ez nagyon tetszik mindenkinek. Meg ez két ütemű, tök jó lehet vele motorozni. Meg furcsa, hogy bal oldalt van a fék, de meg lehet szokni. És ez német Triumph, ez nem angol, hanem ezt a németek Nürnbergbe gyártották. És ez még érdekes, mert ez Pesten be volt falazva egy padláson amúgy. Ez a motorkerékpár, igen, ezt úgy találtak meg, és aki elrakta oda, azt tudta, hogy sokáig ott lesz, mert ki volt takarítva a tank is, karburátor is, mert le volt zsírozva a gyújtás. Úgyhogy ez így néz ki, de ezen világítástól elkezdve minden működik. Barátom festette le tavaly előtt nyáron, én kilakatoltam, ki lett a faváz mindenhol pótolva, akkor az alja az teljesen újra lett építve. Igazából minden meg lett rajta csinálva, az összes csapágyúj, a függő csapszegek, a fékpofák, a mindenféle. Érdekes, mert egyáltalán nincsen fék rajta, ezen csak hátul van fék, meg a hátsó két dob, az a kézifék és a kardánfék, a lábfék. Meg az érdekes, hogy középen van a gázpedál, kicsit fura vele menni. A gumit szerencsére nem kellett venni, mert ennek 170 valahány ezer darabja. A Michelin gyártja.
mert az ötödik gumis volt, aki lemerte venni a felnyírő, mert senki nem mert hozzányúlni, mert olyan fajta a felnyírő, hogy nem olyan, mint a modernek, nem lehet benyomni, hogy kisebb legyen, hanem csak egy ilyen kis luk van, ahol ki kell piszkálni, és mindenki félt, hogy elszakítja, mert ugye mondtam, hogy úgy kéne dolgozzunk, hogy nem szeretnék venni rá másik gumit. Hála Isten, ezekkel a gumikkal jött, és jó. A belsőre viszont arra 2 hónapot vártunk körülbelül, valami cross motor élet jó bele, de már a 8. lett talán be próbálva, azt meg Szexhardon csinálták. Amint a képeken látszik, Dani nem csak a régi járművekért rajong, mindent imád, amiben motor van. Ez a régi, egykor fagőzzel hajtott hatalmas erőgép például egykoron egymaga működtetett egy egész malmot. Erre elment 30 nap, hogy készen volt, és nem indult el, és nem jöttünk rá, hogy miért nem indul el. Kellett egy 30 nap. Barátom átjött Bajáról, ő is nagyon képben van, mi egy páran vagyunk az országban, akik talán itt többet csinálunk, és akkor elindult hazafelé, az M9-esnél volt, amikor beugrott, hogy mi lehet a baj, és akkor már hívtam, már el is indult a motor. Tűhöltöttem csajomnak, gyere, mondom, megy a motor, mert bemosogatott, és lett is egy videó, csak nem látszik semmi, mert hatalmas füst volt, de akkor indult el először. Mert ezek alacsony feszültségű gyújtások, ez csak 4 voltot csinál, és ennél még van egy megszakító hengerfejbe, ami hogyha ez itt elfordul, ez egy ívet húz közte, és ezt is nagyon komoly beállítani, hogy erre szokott talán a legtöbb idő elmenni. Mennyi kamara volt ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hát olyan 6 hónap, hétvégén úgy telibe, hétköznap, meg ilyen napi 4 órával körülbelül. Meg olyan 20-szó Pestre menni, meg az éjjenek, meg... Hát Pestre 20-szó mentünk körülbelül, mert volt egy fogaskerék, amit még az előző tulaj előtt valaki lelopott róla, és az egy nagyon extrém fogaskerék, és nem tudták sehol legyártani. És akkor azt mi előesztergáltuk, és Pesten csak fogaszták, csak nagyon sokszor föl kellett menni, mert nem akart összeérni a dolog, meg még a dugattyú gyűrű, ami nagyon extrás, mert ez egy ilyen hatalmas, ilyet nem lehet vásárolni. Ezt mi szoktuk legyártani. Azt titok, hogy miből. Én 10-11 évesen akkor már gyűjtögettem, amit lehetett, és akkor 13 éves, 14 éves koromban akkor már volt 7-8 motorkerékpárom, akkor azokat csinálgattuk. Akkor 14 éves volt, amikor volt egy ilyen kiállítás tornán, ott már volt 6 vagy 7 motorom, amit én csináltam meg. És akkor volt egy szünet, mert ugye kellett műhelyt csinálni, arra elment egy 10 évem körülbelül, és akkor ami maradt az előttről, mert sok minden azért megmaradt, meg utána azért elkezdtek jönni, meg hála Istennek, hogy így fiatal vagyok nagyon ebbe a körbe, vagy avval szerintem 70 fölötti, így csíptek engem, hogy el tudom ezeket indítani, és sokszor előnyt élveztünk a megvásárlásra. Meg van egy ilyen benzinlámpa gyűjteményem, egy 100 darab van körülbelül 2 szekrénybe, ezt motorokat is melegítettek vele, meg forrasztásra is használták. De nagyon régi ilyen izzócsöves motorokat, meg izzófejes dízeleket melegítettek a nagyobb méretűekkel. Ezt föl kell tölteni benzinnel, begyújtani a tetejét, és hogyha eléri az üzemi hőfokot, föl kell pumpálni, akkor egy szúrólángot ad. Ez ilyen szerintem 1000 fok fölött tud dolgozni, mert a Hoffer az 800 foktól indul, és a nagyokkal szoktuk a Hoffert melegíteni. Mindig régi gyertyával megyünk. Szerencsére nem, egyáltalán nem vagyunk fogytálni így gyertyaterébe. Van olyan motor, hogy 10-et rakjuk be, mert az lesz a jó, mert csak annyi baj van, de azután az jó lesz. Hát ilyennel baj nem szokott lenni. Dani garázsában, ami fölött a lakásukat is kialakította, mostanra több mint 50 motor és jármű található. Ezek nagy részét saját kezével újította fel. De például ez is nagyon vagány, ez egy francia motor, vagy 11 vagy 12-ből, most ezt így nem tudom fejből. Ez meg szinte új állapotban megmaradt, mert láttam belülről, semmi kopás nincsen rajta, semmi extra, és ezt a fajtát, amin ez a kezdetleges karburátor van, nem is tudunk még egy ilyenről, hogy nem nagyon találkoztunk vele. De a francia motorokat valami sokan nem szeretik, biztos azért, mert nincsen nekik, és akkor le tudják szólni, hogy nem német. Én nagyon szeretem a franciát. Nem mostaniban, hanem régiben, mert nagyon komoly újítások voltak, meg nagyon extrém ötletek. Nekem ez nagyon tetszik. Az is egy francia motor, ez a Bernard, ez 11-ből való motor,
ezen is annyira komoly hűtő van részből, itt kell vízzel föltölteni keringet, ott van hűtőventilátor, hogy mi nálunk itt nem nagyon volt ilyen gyártó, itt ment a spórolás, és csak öntvényvas volt a franciában, hogy nagyon sok a rézalkatrész, hogy szépek legyenek. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Közvilágítás korszerűsítés, kátyúzás, jövőbeni fejlesztések és határozott fellépés az illegális hulladékot lerakókkal szemben. Ezek voltak a tolnai képviselőtestület június ülésének legfontosabb döntései. Hetek óta dolgoznak a szakemberek a tolnai utak kátyúzásán, az önkormányzati fenntartású Telena Kft. Felel a beavatkozásokért. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen arról született döntés, hogy a helyreállításokat újabb 22 millió forinttal finanszírozza meg a város. A hivatal műszaki osztálya a Telena Kft. Ügyvezetőjével együtt felmérték tételesen, hy hol vannak azok az úthibák, amiket javítani szükséges, és itt mindjárt hozzáteszem azt is, hogy tudjuk, hogy vannak akár olyan utcák, ahol akár a teljes utat fel kell újítani. Ezekre pályázatot fogunk benyújtani, tehát nem azért nem nyúlunk most hozzá, mert nem fontosak az ott élők mondjuk, vagy nem fontos azt az utat is kijavítani, hanem azért nem nyúlunk hozzá, mert hogyha néhány éven belül egy teljes felújítást tudunk azon az úton végrehajtani, akkor nem gondolom, hogy most erre kéne még költenünk, de nyilván a nagyon sürgető problémákat megoldjuk. Tehát arról döntöttünk, hogy ez a felmérés alapján, ami tényleg tételesen gyakorlatilag utcára, házszámra, négyzetméterre lebontva megvan. Erre bekértünk egy indikatív ajánlatot, és ilyen 22 millió forint körüli az az összeg, amibe itt a javítás kerülhet. Nyilván mi megbízzuk a Telena Kft-t, és ő pedig részben alvállalkozóval, részben saját teljesítéssel meg fogja ezeket oldani, tehát ki fogják javítani ezeket a hibákat. A munkálatok nyáron és a tervek szerint ősszel is tartanak majd, de hasonló beavatkozások várhatóak a városi közvilágítás kapcsán is. Tolnán ugyanis az utcai kandelláberekre jelentős fejlesztés vár, az izzókat energiatakarékosra cserélik, az így várható megtakarítás pedig éves szinten eléri az 50%-ot. Évek óta foglalkoztat bennünket az a probléma, hogy korszerűsíteni kéne a közvilágítást.
És ez is még sürgetőbb lett, amikor drasztikusan megemelkedtek az energiaárak. Tehát akkor döntött úgy a képviselő testület, hogy egy úgynevezett ESCO finanszírozású fejlesztést hajt végre. Ez egy külső finanszírozó fogja a beruházást megfinanszírozni és a kivitelezést elvégezni. És az önkormányzat pedig 15 év alatt visszabérli gyakorlatilag ezt a rendszer, tehát mi bérleti díjat fogunk fizetni, ez olyan 18-19 millió forintnyi összegre tehető éves szinten, és utána pedig a mélyeink lesznek ezek a lámpatestek. Nyilván az, hogy egy lámpatest 15 év múlva milyen állapotban lesz, erre most senki nem tud választ adni. Minden esetre az általunk meghatározott áron tudjuk megvásárolni, tehát a beszélgetés során, meg a tárgyalás során olyan is elhangzott, hogy akár 5 forintért is egy-egy lámpatesthez hozzájuthat az önkormányzat. De még egyszer mondom, a legfontosabb az, hogy kevesebbet fizessünk a közvilágításért, és ugyanilyen fontos az is egyébként, hogy az emberek biztonságban éljenek itt a városban. Tehát a korábbi, esetleg más településeken lévő rossz tapasztalatok alapján döntöttünk egyébként úgy, hogy mindig elodáztuk ezt a problémát, mert láttuk, hogy esetleg még nem tartott az a technológia, hogy a jelenlegi fényviszonyokat biztosítani tudják. Úgy tűnik, hogy most már eljött az az időpont, hogy tudják biztosítani. Tehát a képviselőtestület korábban döntött arról, és kötünk is egy külön megállapodást a beruházóval, arról, hogy a város több pontján megmérjük a mostani fényviszonyokat, és a beruházás végén pedig újra mérünk, és ez nem lehet rosszabb, mint a mostani. A tervek szerint az új izzókkal szerelt lámpatestek cseréje ősz elejére fejeződik be. A tanúszodával kapcsolatos döntés is született a testületi ülésen. Az állam által fenntartott létesítménybe ugyanis szaunát szerelnek. A berendezést már meg is vásárolta az önkormányzat, azt viszont némileg át kell alakítani. Ugye 2015-ben kaptuk úgymond ezt a szuszodát, hát a kaptukot azt azért egy kicsit levegővétel után mondtam, hogy mert nyilván azért mi a területet és a külső részeket a beruházásnál, tehát mint egy 90 millió forintot azért mi is hozzátettünk, de gyakorlatilag kaptunk egy tanúszodát. És ennek nem feltétlenül része a szauna, de lakossági igény jelentkezett, hogy szívesen használnák az úszás mellett a létesítményt szaunázásra is. És aztán döntött a képviselőtestület korábban arról, hogy vásárolunk egy szaunát, és éppen az ő javaslatukra megvásároltunk egy bizonyos típusú szaunát, ami kiderült, hogy átalakításra szolgál, mert hogy ez inkább ilyen lakossági szauna, mint egy uszodai. Tehát itt kell még néhány dolgot átépíteni benne. Ez egy ilyen 774-5000 forintnyi összeg, ami egyébként rémisztően magas ahhoz képest, hogy csak egy meglévő szauna átalakításáról beszélünk, de döntöttünk arról, hogy ezt a forrást biztosítjuk, és én nagyon bízom abban, hogy rövid időn belül már a Tolnai uszodába látogatók szaunázni is tudnak az úszás mellett. Az illegális hulladéklerakás sok gondot és még több felesleges kiadást okoz Tolnán is, úgy, mint az ország sok-sok településén. A képviselők ezért most úgy döntöttek, külterületi részekre helyeznek fel távolról is elérhető vadkamerákat. A berendezések azonnal működésbe lépnek és jeleznek, amennyiben mozgást érzékelnek. Így a szabálytalankodóknak szinte nulla az esélyük a menekülésre. Ezt nem tudjuk önerőből megvalósítani, tehát az hogy a közterületeken lévő randalírozókat, vagy bűncselekmény elkövetőket, vagy balesetet okozókat ilyen módon tudjuk ellenőrizni. Ellenben most arról döntöttünk, hogy a megnövekedett város széli illegális hulladék lerakó környékére vadkamerákat helyezünk ki. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a közterület felügyelő re már a telefonkészülékére megy a jel, és abban a pillanatban, amikor ott a vadkamerák környékén illegális lerakás történik, akkor intézkedés fog megvalósulni, tehát rögtön tud menni a közterületfelügyelő.
És ha már szemetelésről beszélünk, akkor ne felejtsük el azt, hogy ez év július 1-től nem az önkormányzat feladata megszervezni a hulladékszállítást, a lakossági hulladékszállítást, hanem a MOL vagy a MOHU lesz az, aki ezt a közszolgáltatást végzi, tehát éppen ezért módosítottuk is a rendeletünket, kivettük ezt a részt belőle. Mi sem tudunk sokkal többet, mint a lakosság, de én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ugyanaz lesz a hulladékszállító, aki eddig volt, tehát a vertikális rajta keresztül az Aliszkaterra volt, aki a hulladékot itt a városból, a lakossági hulladékot elszállította. Én éppen az imént néztem meg a honlapon, az időpontban nincs változás, tehát szerdánként fogják elvinni a hulladékot, és én azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szelektív hulladékokat is ugyanabban a rendben fogják elvinni, tehát megvan, hogy milyen hulladékot, milyen napokon, és azért felhívnám a lakosság figyelmét arra, hogy a zöld hulladék elszállítása az megfelelően kötegelve, viszonylag kis csomagokban, illetve komposztálható zsákokban történjen. Tehát az, hogy valaki kivágja a tuját a házban, vagy az udvaron, és kirakja az utcára, ez nem zöld hulladék, vagy ez nem szelektív hulladék. Tehát neki kell gondoskodnia, vagy a komposztálásról, vagy a hulladékudvarba történő beszállításról. A TOP pluszos fejlesztési forrásokra még várniuk kell a településeknek, a tervezés viszont már javában tart, Tolnán sincs ez másként, ahol az utak és járdák felújítása továbbra is prioritást élvez majd, de a cél az is, hogy a város ipari területeit tovább fejlesszék. Most gyakorlatilag az első lépés vagy lépések történtek meg, ez azt jelenti, hogy kijelöltük azokat az iparterületeket, amik jelenleg is iparterületek a városban, és nyilván ez alapján tudjuk majd a pályázatokat benyújtani, tehát ez lesz az alapja annak, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztések szükségesek ezeken a területeken, és mint ahogy a kátyúzásnál mondtam, hogy tudom, hogy véges az emberek türelme, De azokon az utcákon, ahol nincs kátyúzás, az minden bizonnyal azért nincs, mert hogy ott az egész utat szeretnénk felújítani, és ezeket vettük most számba, tehát azokat az utakat, ahol akár csak az út, vagy együtt az út felújítás és a csapadékvíz elvezetés is probléma, arra is nyújtunk be pályázatot. Tehát nyilván, ahol csapadékvizet mondjuk az úttesten kell elvezetni, mert olyan keskeny az utca, akkor komplexen kell kezelni ezt a problémát. Ezekből állítottunk fel egy listát, ami nem rangsor egyébként, hanem talán jellemzően éppen ABC-rendben vettük sorba az utcákat. Tehát nyilván a legforgalmasabb és a legrosszabb burkolattal rendelkező utcák úttesteire, vagy annak a felújítására fogjuk benyújtani a pályázatot. Szerencsések vagyunk, én azt gondolom egyébként, mert hogy talán éppen a napraforgó utca kivételével mindenütt van szilárd útburkolat, de azt is tudjuk, hogy ezek egy jelentős része már elavult, és felújításra szorult. Éppen azért hozzuk meg ezeket a döntéseket, hogy akár kátyúzással, akár pályázati pénzből való felújítással ezeket minél jobb állapotba tudjuk hozni. Tolnán a képviselőtestület a tervek szerint július végén ülésezik legközelebb. Sikeres hónapokon vannak túl a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulói. Az évzáró ünnepsége megtartásakor soha még ennyi diák nem kapott jutalmat szorgalmas, kiemelkedő teljesítményéért. Az idei tanév eredményei azt mutatják, hogy a többség valóban képességei legjavát tudta megmutatni. Az iskola átlaga az elmúlt 5 évben nem volt még ilyen magas. A szakmájukban kiemelkedő igazgató és pedagógusok nagyon szorgalmas és lelkes fiatalok csoportjától búcsúztak a nyári szünetre. Egy elképesztően hosszú és fáradalmas év volt nekem is, és az osztálytársaimnak is, de így a végén megkapva az okleveleket és a verseny elért eredmények mutatják azt, hogy megérte az a sok átaludtan éjszaka, és amennyit dolgoztunk rá, és a tanárokkal együtt készültünk, és ez egy nagyon nagy visszajelzés nekünk és a tanárainknak is. Miket kaptál? Én okleveleket kaptam, 2, az egyiket a versenyeredményemért, a másikat pedig a tanulmányi eredményemért, meg az oklevelekhez 2-2 könyvjutalványt. De az érettségi vizsgák átlaga is nagyon magas volt. Kaptam egy emlékplakettet,
a 6 év teljesítményért, és kaptam egy ugyanúgy egy emléklapot a 90%-os érettségi teljesítményért. Véget ért a 2022-23-as tanév, és szerencsére minden különösebb zökkenő nélkül, se karantén, se lezárás, tehát nyugodtan mindenki hozhatta a formáját, és úgy tűnik, hogy ebben a tanévben ez jobban sikerült, mint az előző években. Hát az érettségi átlag az iskolának 4,3, tehát majdnem 2 tizeddel jobb, mint a tavalyi, tehát előző években ilyen 4 egész körül szokott lenni. Most ez nagyon jól sikerült. Az iskolának a tanulmány átlaga 4,25, ez is jóval több, mint az előző években, és ez a kettő így együtt nagyjából egyforma, azért ez azt mutatja, hogy azok az elvárások, követelmények, azok reálisak, tehát alkalmazkodnak az érettségi felvételi követelményekhez, és ez gyerekek számára is megnyugtató, tehát nincsen semmi rettenet az érettségén, ott azt tudják hozni. Az igazgató elmondta, ez a 4, illetve 6 év, amit egészében itt töltenek a diákok, meghatározza az érettségi kimenetelét is. Ebben a tanévben kb. Dupla annyi kitűnő és jeles eredmény, bizonyítvány volt, mint az előző években, és fele annyi elégtelen. Tehát ez nagyon sokat jelent, hiszen motiválja is a gyerekeket, motiválja is a diákokat az, hogy ha tényleg tesz erőfeszítést, akkor annak lesz látható eredménye, pláne ha majd meghallják azt is, hogy kit hova vettek föl. Ilyen 90% fölött érettségi eredményekkel biztosan megtalálják a helyüket és elérik a céljukat. Ez egy nagyon jó dolog. A tanulmányi eredmények mellett nagyon sok versenyen értek el jó helyezést a fiatalok. Nagyon sok versenyen vettek részt a gyerekek. Ez most úgy fölfutott a Covid után, mert akkor nagyon nem történt semmi. Elmaradtak versenyek, gyerekeket se érdekel, tehát úgyis elmarad, úgyse lesz. Ebben a tanévben viszont nagyon-nagyon lelkesen elindultak, és nem úgy, hogy mi köteleztük őket, hogy induljanak, hanem ők keresték a kollégákat, hogy szeretnének ezen, meg azon a tanulmányi versenyen indulni. Úgyhogy így került sor arra, hogy OKTV döntősünk volt, illetve még kettő, ugyanez a kislány még irodalomból is ott volt a döntő közelében, és egy fiatalember a történelemből az utolsó mozzanatnál 2,5 ponttal lemaradt a döntőről. Tehát ez rendkívüli, tehát nem szokott azért egy ilyen kisiskola életében ennyi OKTV eredmény lenni, és ennek nagyon örültünk. Idén Tolna vármegyében csak 3 iskola jutott országos döntőbe tanulmányi versenyeken, és a gimnázium is köztük volt. Ezen kívül hagyományosan matematika versenyeken nagyon szépen szerepeltek. Ott most országos eredmény nem volt, inkább megyei és regionális. A szövegértési, irodalom versenyeken és regionális döntőket nyertek a gyerekek, mert nem volt országos fordulója. 2 történelem versenyen volt országos helyezésünk, egy harmadik, a László Gyula verseny, illetve a Kultúra Nostra nevű nagyon rangos és tényleg nagyon jó történelem versenyen 2 csapatunk indult, és az országos döntőben a 10 legjobb csapat között 4. és 6. helyet szereztek. Ennek az értékét az is növel, hogy ők voltak a legkisebbek, 9-esek, tehát csupa 11-12-es között versenyeztek, és ez tényleg nagyon jó érzés volt nekik is, hogy megállják a helyüket valóban egy országos szinten is. Az igazgatói posztról most nyugdíjba vonuló pedagógus elmondta, nagyon büszke diákjaira. Pár órában azért még nyugdíj után is részt vesz majd a gimnázium életében. Elkezd az ember egy osztályt tanítani, akkor azért szeretné végigvinni és befejezni, és még úgy gondolom, hogy talán van még ehhez elég erőm meg energiám. Mint mondta, 43 év alatt nagyon megszerette mind a diákok, mind a tanárok által formált közösséget itt a gimnáziumban, és nagyon fog neki hiányozni ez a társaság. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!